Közel 706 millió forint állami támogatást kap a Téti iskola. A felújítást Blazovicsné Varga Marian, a Győri Tankerületi Központ igazgatója jelentette be a Kispaludi Károly Általános Iskola tanítvító ünnepségén. Elsőként hallgassuk meg a második osztályos tanulók műsorát. A tanulókat felkészítette Balázsné Borbára, Horváth Zoltánné osztályfőnökök. A verseket elmondják. Horváth Patrik és Hújbert Tamás második osztályos tanuló, Ihász Réka, Szalai Jászmin Anna, Géber Olivér, Nagy Zétén második biosztályos tanulók. Kérlek, jöjjetek ide a mikrofonhoz. Útnak indult fecske gólya, búcsú csókot hint a nyár, minket újból hív a suli, csengő szóval visszavár. Mi már tudjuk, azért szeret jönni minden kisgyerek, mert amerre eddig jártak, ilyen csodák nincsenek. Betyú ország nyitogatja hétmérföldes ajtaját, csuda szépet mesél nektek, minden hős ki arra jár. S ott a számok rengeteget, összeadás, kivonás, megtanulja a fortéját, gyorsan minden iskolás. Ne higgyétek, hogy csak munka, móka is van rengeteg, aki szorgos jutalomra, piros pontra szert tehet. Ott állnak az irkán szépen, piros díszbe öltözve, oda-oda kacsintanak a szomszédos ötösre. Most hallgassuk meg a leendő első osztályos tanulók műsorát. A gyerekeket felkészítette Hújter Anna Mária, Szili Sándorné, Világi Veronika és trombitásnő Strandrő Ilona. A gyerekek. Dejmer Tamás, Prima Raul, Mohácsi Kata, Borbé Virág, Pátka Dániel, Újvári Hanna, Kocsés Noémi, Horváth Veronika. Gyertek ti is ide a mikrofonhoz. Szállj, Borbál a csacsi! Nőtt a csacsi, növekedett, nagy csacsivá cseperedett. Azt mondta az anyukája, beiratlak iskolába. Tanulj, fiam, okosodjál, lustassza már, ne maradjál. Így került az első éve, csacsi család csemetéje. Vettek neki könyvet, írkát, kalamár is tollett, tintát. Táskát is egy szépen. Csacsi gyerek, sietett, hogy idejében ott legyen az első bébe. Pontalanul nyargalászva ment mindig az iskolába. Hátán vittett tudományát a hatalmas teli táskán. Mert a csacsi úgy gondolta, a tudomány abba hordja. Mert a csacsi úgy
Csak. Vörös Sándor, kezdődik az iskola. Könyvtól tinta, ceruza, rontom, bontom, kezdődik az iskola. Csak azt mondom, kora reggel rohanás, rontom, bontom, nem könnyű a tanulás. Csak azt mondom, innek óra, lá, 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 rontom, bontom, zenem ablaka, csak azt mondom, turna óra egy-kettő, rontom, bontom, leszakad a háztető, csak azt mondom, kintről benézek szamát, rontom, bontom, iskolába sose jár, csak azt mondom. Elsőként felkérem Lazovisné Varga Mariannát, tartsa meg tájékoztatóját. A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának, a gyermeknek kell bevésni a képzeteket. Mária Montessori csodálatos szavairól szeretném köszönteni a 2017-18-as tanév megjelent kedves vendégeit, és titeket is, kedves tanulók. Egy örömhírrel érkeztem, amit szeretnék most megosztani önökkel. A Győri Tanterületi Központ a tavasz folyamán több pályázatot is benyújtott fejlesztésekre. Ezeknek a pályázatoknak az elbírálása megtörtént, és a napokban megkaptuk az eredményeket is. A Győri Tankerületi Központ 2,8 milliárdnyi forrást kapott, a bíráló bizottság érdemesnek ítélte ezeket a pályázatokat ilyen értékben támogatni. Ebből a téti iskola és feladatellátási helyei 736 millió 432.387 forintot fog kapni. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy öröm, különösen akkor, ha arra gondolunk, hogy a tankerületi központ illetékességi területén négy járásban három iskolára nyújtottuk be a pályázatot, mindegyik iskola nyert is, a másik két iskolánk a Mosonmagyaróvári járásban van. Összesen 1,3 milliárdnyi támogatás jutott az EFOP 412 pályázati konstrukció keretében a tankerületben. Ebből kerül most ide az önök iskolájába és a feladatellátási helyeire ez a közel 706 millió forint. Én azt gondolom, hogy ebben a tanévben és hosszú távon is ezek a pályázati források nagyban fogják javítani az oktatási környezetet, bárha körülnézünk, egy nagyon ápolt, gondozott, szép épületben vagyunk. Most azt mondhatjuk, hogyha a beruházás, az infrastruktúrális fejlesztés lezajlik majd, akkor még jobb körülmények között tanulhatnak a gyerekek. Ezt a hírt szerettem volna önökkel megosztani. A beruházás már ebben a tanévben el fog kezdődni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és az iskola pedagógusainak, tanárainak, vezetőségének köszönöm azt a munkát, amivel támogatták és segítették a pályázatunkat. Polgármester úrnak is köszönöm az egyeztetéseken való aktív részvételt. Nektek pedig, gyerekek, ebben a tanévben is, mint ahogy mindig is így van, nagyon eredményes munkát, sok derűs, vidám percet kívánok. Köszönöm. Nagyon köszönöm igazgató asszony örömteli bejelentését. Egyben felkérem Széles Imre igazgató úr, hogy nyissa meg a 2017-18-as tanévet. Tanévnyitó ünnepélyünkön szeretettel köszöntöm iskolán diákjait, a megjelent kedves szülőket, vendégeinket, tantestületünk tagjait és iskolánk minden dolgozóját. Tisztelt igazgatóasszony, igazgatási vezetőasszony, polgármester úr, jegyzőasszony,
hivatalvezető úr, óvodavezető asszony, lelkészasszonyok és plébános úr. Mindig különös varázsa van a tanévnyitó ünnepének. Minden jelenlévőnek más miatt különleges. A diákok félig még a nyári élmények hatása alatt állnak, nemigen akarják elhinni, hogy már véget is ért a júniusban még olyan hosszúnak tűnő nyári szünet. Mégis örülnek annak, hogy újra látják az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat. Egyesek nagy tervekkel, fogadalmakkal érkeznek vissza az iskolába, ígérik, hogy most minden sokkal jobban megy majd, mint tavaly. A szülők is bizonyára vegyes érzésekkel állnak most közöttünk. Az évente visszatérő tanévnyitók a múló időre figyelmeztetnek, és talán felvillannak előttük iskolai élményeik, amikor ők hallgatták diákként az igazgatók véget érni nem akaró hosszú évnyitó beszédeit. De lehet, hogy éppen a gyermeküktől való elválás szomorúsága van a szívükben, vagy a tanévkezdés izgalmai nehezednek rájuk. A tanárok, nevelők szívében is megjelenik ilyenkor egy kis szorongás. Eleget tudunk-e tenni a diákok, szülők elvárásainak, a társadalmi igényeknek. Tanévnyitó ünnepségünknek van azonban egy olyan töblete, ami jó, ha mindnyájan, akik jelen vagyunk, tudatosítunk magunkban. Mert mi nem csak véletlenszerűen összegyűlt és utána újra szétszaladó emberek csoportja vagyunk, hanem meggyőződésem szerint egy közösség vagyunk. Szülők, diákok és tanárok, akik a tanévfolyamán több-kevesebb kapcsolatban állnak egymással, találkozunk, majd újra elválunk, esetleg éppen vitázunk, vagy egyetértünk. Jó lenne, ha a tanévet tudatosan egy közösségként élnék meg. Mert az igazi közösségben nem mindenki csak kapni, nyerni akar, hanem adni, megosztani is. Aki ilyen közösségben él, az el tudja viselni a másik gyengeségeit, hibáit is, de szeretettel törekszik ezek kijavítására. Ha eleve nem rossz akaratot feltételezünk a másikról, hanem a jó szándékot, akkor el tudjuk fogadni a bírálatot is. Kívánom, hogy az elkövetkezendő tanévben mind többet érezhessünk meg a közösség egymás segítő erejéből. Pár hónappal ezelőtt ballagáskor említettem, hogy a pedagógus hivatás egyik legfájóbb pillanata, amikor a végzős diákok kirepülnek intézményünkből. Ilyenkor mi pedagógusok egy kicsit belehalunk a nyolcadikasok távozásába. Ám a pedagógus hivatás csodáját, kárpótlásul, minden szeptemberben megélhetjük, mikor is a tanévnyitón nagy örömmel köszönhetjük kis elsőseinket. Kedves elsőosztályos kisdiákok! Talán ti vártátok legjobban ezt a mai napot. Szépen megnőttetek, kinőttétek az ódai kis széket, már biztosan nem férnétek el benne kényelmesen. Nagyon örülünk nektek, már vártunk benneteket. A mai naptól sok-sok izgalmas dolog vár rátok, hiszen a tanítónénik bevezetnek benneteket az olvasás, az írás, a számok és a betűk birodalmába. Ezért nagyon figyeljetek arra, amit ők mondanak, tanítanak nektek. Szerezzetek sok piros pontot, és tanulásotokkal szerezzetek örömet szüleiteknek is. Minden tanévkezdetekor nagy örömmel és tisztelettel köszönöm meg az óvónéniknek és szüleiteknek, hogy most itt lehettek közöttünk. Mindannyian méltán büszkék rátok, közös munkájuk eredményeként felkészülten kezditek iskolás éveiteket. Fogadjátok iskolánk szerény ajándékát, melyet 8. osztályos tanulóink adnak át nektek, ezzel is azt fejezzük ki, hogy az iskolán közösségének tagjai lettetek. Kedves 8-as lányok és fiúk! Az iskolát most kezdő elsőseink mellett számotokra lesz még nagyon különleges a ma kezdődő tanév. Ők kezdenek, ti befejeztek. Így kerek az iskolai élet körforgása. Az idei teljesítményeteknek azonban sokkal nagyobb súlya lesz,
A sikeres továbbtanulásotokról dönt ez a tanév. A pályaválasztásotokat az elmúlt években már különböző támogató tevékenységekkel elindítottuk. Ez a tanév már a jövőbeni konkrét pályaválasztásokat kell, hogy szolgálja. Ehhez kell tőletek egy szilárd továbbtanulási elképzelés, kellenek hozzá az idei tanévbe szerezhető jó érdemjegyek, bizonyos középiskolák választása esetén pedig a sikeres felvételi vizsgák. Ahhoz, hogy évvégén, ballagáskor elégedetten búcsúzhassunk el egymástól, nagyon kitartó, szorgalmas munkára lesz szükség. Ez nem a szokásos tanári biztatás, hanem komoly figyelmeztetés. Nem csak nektek kell keményen dolgoznotok, hanem nekünk, pedagógusoknak is. A feladatok továbbtanulás ügyében tanulót, tanárt egyaránt megtalálnak. De most örömmel és büszkén nézek rátok. A nyári szünet csodája megtörtént, sokat nőtetek, megkomolyodtatok, készen álltok a nehéz feladatra. Ehhez kívánok számotokra sok erőt, egészséget, hogy legyen kitartásatok a nehezebb időszakokban is. Kedves tanítványaink, remélem megfogadtátok a nyárvégi intelmeimet. Akkor régen azt kértem tőletek, pihenjetek, aktívan töltődjetek fel, legyetek sokat szeretteitek körében, az iskolai kötelességet felejtsétek el egy időre. Örömmel hallottam, hogy sokan közületek gondtalanul pihentetek iskolánk által szervezett táborokba, a Szelidító partján, vagy éppen a Zenesei zenetáborban. A mai nap, az időjárás is, a reggeli kis csípős időre gondolok, az őrci arcát mutatja, jelképesen vele együtt köszönünk el a nyártól. Nem csak saját magamon tapasztaltam, hogy az új erőt adó nyári pihenés után hiányzik az iskola, hanem a diákokkal találkozva is azt hallottam, már ők is várták, hogy újra együtt lehessenek az osztálytársaikkal. Az iskola is várt benneteket, a nyári időszak alatt sok szorgos kéz gondoskodott arról, hogy szép, tiszta környezetben kezdhessétek az idei tanévet. Az alsó tagozat tantermei, mosdói, az aula, ahol most állunk, új festést kapott. Tiszta, gyönyörület minden. Kérlek benneteket, óvjuk együtt termeink, helyiségeink tisztaságát. Nagyon köszönöm a tankerületi központ és városunk önkormányzatának támogatását, Német Istvánnak és munkatársainak a minőségi kivitelezést. Technikai dolgozóinknak is szeretném köszönetemet kifejezni, mert mind a két épület részben nagyon alapos és szép munkát végeztek. Igazgatóasszony tájékoztatójához kapcsolódva nagyon szerencsések vagyunk mi, akik a Téti Kisfaludy Károly Általános Iskolához valamilyen formában kötődünk. 3 évvel ezelőtt készült el az új alsós épületszár, itt állhatunk, körbenézhetünk, az érzés, a látvány magáért beszél. 1,5 évvel ezelőtt a régi épületszár tornacsarnokkal együtt új külsőt, új nyilászárókat kapott. Tavaly nyáron belső udvarunk az új térburkolattal vált nagyon szépvé és biztonságossá. Most pedig egy olyan fejlesztés előtt állunk, amelynek nagyságrendje, szerintem ebben a pillanatban még nem is érzékelhető. A 21. század iskolája kézzelfogható közelségbe kerül. Nagyon örömteli, példaértékű, ahogyan fenntartunk a Győri Tankerületi Központ és Tétvárosának önkormányzata egyaránt szívén viseli iskolánk sorsát, az intézmény érdekében együttműködik. Nagyon hálásak vagyunk érte. Kedves vendégeink! A hosszú évek alatt már hagyománnyá vált, hogy településünk, történelmi egyházainak képviselői évnyitókor gondolataikkal járulnak hozzá eredményes tanévkezdésünkhöz. Változást is látnak az idei kezdéskor. Kántor Antal kanonok úr egészségi okokból nyugdíjba vonult. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm első alkalommal iskolánkba Megyeri Ciprián plébános urat. Már az első beszélgetésünk alkalmával tapasztaltam, hogy kanonok úr öröksége jó kezekbe került. Kívánom plébános úrnak, hogy iskolai közösségünkben érezze jól magát. Most pedig felkérem lelkészasszonyokat és plébános urat, hogy gondolataikkal járuljanak hozzá sikeres évkezdésünkhöz. Kedves diákok, tanárok, szülők, vendégek! Útravalóul az előttünk lévő tanévhez egy áldást hoztam. Vegyétek az Isten áldását. Isten vegyen tenyerébe téged, ő formáljon teljessé.
mindig legyenek körülötted, akik figyelnek rád, hogy mindent megkérdezhess, amit tudni szeretnél. Mindig legyenek körülötted, akik segítenek, hogy bátran léphess egy lépést előre. Isten kísérjen téged az életösvényeim a következő tanév feladataiban, hogy növekedj lélekben és igazságban, játssz a gyermek szabadságával, bízz a lélekben, mely szüntelenül hív téged, és járj csodákra nyitott szemmel és szívvel. Isten gazdagítson, támogasson és szeressen téged. Áldjon meg az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Kedves gyermekek és felnőttek, Isten hozott mindenkit ebben az új tanévben. Én nem tudom, hogy ki milyen ötletekkel és álmokkal állít közöttünk, de remélem, hogy nagyon sok álmatok van. Mert ahogy láttalak itt benneteket reggel, én elgondolkodtam, hogy amikor én az iskola falai közé érkeztem, már három komoly nagy élettervem volt. Tengerbiológus akartam lenni, horgász és pszichológus, akkor még a pszichológus nem tudtam kimondani. És ez még ebbe se jutottam az elsőbe, már ennyi ötletem volt. És képzeljétek, ahogy haladt az idő, és lettem nagyobb, elsős, másodikos, harmadikos, az ötleteimből csak több lett, és nem kevesebb. Biztos, hogy van közöttetek, aki űrhajós szeretne lenni, vagy mozdonyvezető, vagy énekes, vagy táncos. Legalábbis nagyon remélem, hogy álmodtok egy csomó ilyen szép dologból. De képzeljétek, ahogy aztán növekedtem, és nem csak a tantárgyakkal ismerkedtem, betűkkel, számokkal, megismerkedtem az Istennel is. És megtudtam, hogy egy helyen a Bibliában azt mondja, hogy én bölcsé teszlek, és megtanítalak, hogy melyik úton kell járnod. És akkor úgy megnyugodtam, hogy jó, hát akkor nem nekem kell dönteni ebből a rengeteg és egyre csak több ötletből, meg lehetőségből, hanem az Úristen segíteni fog nekem, és tényleg megtette ezt. És amit kérek tőletek itt a tanév elején, meg szülőktől, pedagógusoktól is, hogy egy percig ebben a tanévben el ne higgyétek azt, hogy mi bármilyen szempontból is a tanári asztal két oldalán ellenfelek vagy ellenségek lennénk. Mert ahogy az orvos sem a puszta kezében műt, hanem van a kezében szike, meg egy csomó minden eszköz, mi a takarítónőtől, a tanárokon át, a tankerületig, meg az önkormányzatig, ilyen eszközök vagyunk abban, hogy ti megtaláljátok azt a célt, amit az Úristen szánt nektek. Hát így áldással indítunk benneteket ennek az új tanévnek. Kedves vendégek, kedves szülők, kedves gyerekek! A tanévkezdéssel kapcsolatos gondolataimat majd a vasárnapi szentmisén szeretném kifejteni, amely egyben tanévnyitó Veniszánkte szentmise is lesz, melyre egyúttal szeretettel hívlak és várlak benneteket is. Most pedig az Úr áldásával indítalak benneteket útnak. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Nagyon szépen köszönöm. Kedves szülők, gyerekek, kedves kollégák! Új tanév kezdődik, új tennivalókkal, és reméljük új örömökkel is. Mondani valómat a következő gondolattal fejezem be. Egyszer mindent elér az ember. Azt is, mi most még messze cél. Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el. És győzelmed lesz a hősi babér. Kívánok mindannyiunk számára sok örömet, jó egészséget, eredményes esztendőt. A 2017-2018-as tanévet megnyitom. Köszönöm, hogy meghallgattad.